párhuzamos dimenziókban kirándulhatunk a Debreceni Egyetem Élettudományi Galériájában. Fenyvesvölgyi Tamás festőművész alkotásai sorakoznak a falakon. Tájak, absztraktok, pasztellel, tussal vagy festékkel. Most ebből láthatnak egy kis ízelítőt. Kalandozás a vásznon, talán ezt is lehetne mondani, ha elsétálunk a képek előtt. Stílusban és ábrázolásban is sokoldalú Fenyvesvölgyi Tamás művészete. Keresgélek. Tehát nyilván, hogyha már ráhanglódom arra, hogy én alkotni fogok, de még nincs meg a konkrét célom, azt, hogy melyik témát fogom vászonra vinni, vagy papírra, vegyes technikával. Először azt telik nagyobb időbe és nagyobb energiába, hogy megkeressem azt a témát. És akkor, amikor megtalálom azt a pontot, olyan is van, hogy megtalálom a témát, de kell egy pont, ahonnan a legoptimálisabb lesz a képet elkészíteni, ahol a legjobban rá tudok erre hangolódni. A Párhuzamos Dimenziók című kiállítás Fenyvesvölgyi Tamás elmúlt 3 évének alkotásait sorakoztatja fel. Ezeket azért is érzem párhuzamosnak, mert ezeket váltakoztatva hozom létre. Tehát nem korszakokban élek, hanem valamennyi ideig egyfajta, mondjuk vegyes technikás képeket csinálok, ez inkább szabadtéri munka. A benti munkákat pedig, tehát a műteremben olajképeket készítek, mondjuk gesztusfestészeti alkotásokat, de ugyanakkor jön egy ötlet vagy egy gondolat, hogy most grafikákat csináljak, és akkor ezek így váltakoznak. A művész bátran használja váltakoztatva az eszközöket, expresszív felfogású tájak, pasztelszínes kartonon vagy kollázsok. A különböző technikákkal különböző hatásokat ír el. Kis papírokat ragaszgatok bele. Nekem ez egyfajta absztrakció, és megint, ha dimenziókba gondolkodunk, az egy olyan elvonatkoztatás, hogy nem csak formailag egy elvonatkoztatás, hogy papírdarabokat, újságokat ragaszgatok bele, hanem ezáltal egy gondolati síkra terelem a képnek az értelmét vagy a tartalmát. Nem én találtam ezt ki, ugye a művészettörténetben, ha visszagondolunk, Picassoék azok, akik ezeket létrehozták, de nekem ez egy nagyon érdekes képi gondolat, amit ők ezt létrehoztak, és ezt próbálom így folytatni. A párhuzamos dimenzió között szeptember 4-ig kalandozhatunk. Eddig lehet megnézni a kiállítást a Debreceni Egyetem Élettudományi Galériájában.